Igen, Buzár Ágota vagyok, a Magyar Természettudományi Múzeumban dolgozok az embertanitárban, jelenleg tárvezető vagyok, és harmadik éve veszek részt ezen a konferencián. Az előző két évben egy Pest városának a török hódoltságkori temetőjének az embertani eredményeit mutattam be, ebben az évben pedig a mohácsi tömegsírok vizsgálatáról beszéltem. Az az érdekesség ebben, hogy én eddig a muszlimokat vizsgáltam, tehát a török katonákat, vagy török lakosságot tulajdonképpen, az a Pest városának a lakossága volt, tehát vegyesen nők, férfiak, gyermekek. Itt teljesen más jellegű sérülésekkel, vagy elváltozásokkal találkozhat a kutató, tehát a mohácsi csatát ugye lekaszabolt emberek, levágott fejű csontvázak és ilyenek jellemzik, úgyhogy ez egy egész más jellegű embertani munkát, analízist eredményez majd. Tehát nehezebb is, mert ugye ilyen tömegsírokkal. Igen, és nagyon remélem, hogy sikerül a mohácsi csata tömegsírjaiból legalább egyet feltárni, megvizsgálni, és ezeket az eredményeket közzétenni, remélhetőleg már a következő évi konferencián. Üdvözlöm Önöket! Az előadásomban a török hódoltságkori tömegsírokról fogok beszélni, pontosabban azok embertani vizsgálatáról. Milyen eredményekre számíthatunk, miért érdemes egyáltalán ezeket kiásni, mit tud hozzáadni a történettudományhoz, vagy a meglévő régészeti ismeretekhez ezeknek az embertani vizsgálata. Nézzük tehát az elsőt. Kezdeném a legkevésbé triviálissal, mint a rezümében olvashatták már, akkor lelőttem a poént, tehát sokkal korábban a Mohácsinál előkerült már egy hódoltságkori tömegsír, méghozzá Budapesten, a Margit-szigeten. 1838-ban a pesti árvíz levonulását követően találták meg József Nádor kertészei, amikor a Domonkos kolostorom területén, a Margit-szigeten helyreállítási munkákat végeztek. Ez a kolostor alaprajza a 15-16. Századi alaprajza látható, és a zölden jelölt téglalapok, illetve négyzetek jelölik a tömegsírok helyét. Ezeket később tárta fel írás Némelis Katalin régész, a BTM munkatársa. A pirossal jelöltek még egy korábbi előadásból maradt benn, csak érdekességképpen mutatom. Tehát a templomnak a szentélyében kerültek elő még sírok, ott nem találtak tömegsírt, viszont oda volt eltemetve Szent Margit, igen, látszik a kurzor, tehát a pirossal jelölt téglalap volt Margit sírja, és itt a Sekrestye területén került elő Macsói Béla, anyai ágon Árpádházi leszármazott herceg csontvázás, csak így érdekességképpen zárójában. Tehát itt található három tömegsír, ezeknek a mérete egyébként nagyobb, mint a mohácsiaké, és nagyon kevés adatunk van erre vonatkozóan. Azt tudjuk, hogy 1800-as években már a második felében rendszeresen kerültek elő sírok onnan, és még közszemléretével mutogatták is egy darabig ezeket a koponyákat, és később egy közös sírba betemetve ott újra fel lehetne tárni. Érdekességképpen még a 20. század második felében szintén kerültek elő, ezek is az ottani tömegsírhoz kapcsolódhatnak. Három tömegsírt, tehát Mellis Katalin azonosított, és több kisebb sírcsoportot is. Ő úgy gondolta, hogy ez Lotaringiai Károlynak, a tábori kórházának és a körüli temetője volt tulajdonképpen. A tömegsírok kialakításához a kolostorom falait használták fel, már jó előre az ostrom előtt kialakították a tömegsírok helyét. 1686-os ostromról van szó, de gondolom, hogy ez is egyértelmű önök számára. Több rétegben egymásra rakott csontvázakat talált, ezek anatómiai rendben helyezkedtek el, és a mohácsival ellentétben, ahol majd látni fogjuk, hogy nagy összevisszaságban egymás hegyén hátán fekszenek ezek a csontvázak, ezek nagyjából egymás mellé szépen sorban hátukon fekve, lefektetve kerültek behelyezésre a tömegsírba, tehát nem olyan kaotikus és fejetlen helyzetben. Itt láthatók a tömegsírok méretei, meglepően nagyok, tehát legalábbis ez a belső alapterülete, mivel nem lettek feltárva teljesen, ott is csak a felső réteg lett megbontva, úgy tudom, illetve néhány rétegig kibontották, tehát nem tudjuk a pontos számát, hogy hány ember feküdhet bent. Még becslések sem történtek erre vonatkozólag. Jó lett volna egyébként, hogyha itt vannak a képek. Tehát jó lett volna, hogyha a helyszínen a régészeti feltárásnál legalább egy pillantást vethetett volna rá antropológus, és akkor a mohácsihoz hasonló alapadatokat azért rögzíthették volna, tehát nagyjából az életkorát, a nemét, az egyéneknek, esetleg a sérüléseket, amik így kívülről látszanak a felső rétegben, azok feljegyzésre kerültek volna. Azt tudjuk, hogy voltak rajtuk traumás sérülések, hiszen itt az előző diára visszatérek. Kubinyi Ferenc próbálta rekonstruálni, hogy mi történhetett 1838-ban, és leírja, hogy ott vannak csonka végtagokkal, összevagdalt koponyákkal eltemetett egyének. Tehát biztos, hogy harci sérüléseket láthattak már rajtuk. Ezek visszatemetésre kerültek, ugyanúgy ott vannak, majd egyszer, hogyha valakinek lesz kapacitálva lesz rá, hogy feltárja ezeket, akkor az utókornak ott vannak még minden információval együtt szerencsére. Itt láthatók a képeken, hogy nem egymás hegyére hátára haigált csontvázak vannak, itt a jobb oldalon a
két váz, itt látszik, hogy az alkarja rá van hajlítva a testére, ez pedig itt szinte mellette. Több képet sajnos nem találtam ezekről a csontvázakról, ennyit tudunk. Nem tudjuk, mondom, a nem élt életkorát, semmilyen más információt. Térjünk akkor Mohácsra, mint a legizgalmasabb kérdésre. Ugye a nemzeti emlékhely valamiért gerjed ez a... Nem tudom, miért messzebb kell állnom tőle? Tehát a nemzeti emlékhely az a tömegsírok területe köré, illetve fölé települt, és azóta is egy turisztikailag frekventált, látogatott helyszín. Iskolás csoportok is sokan felkeresik, történelemben mindenki tanul Mohácsról, ezért azt gondolom, hogy az 500. évfordulóhoz közeledve ez egy méltó megemlékezés lenne, nem csak feltárni őket, megvizsgálni minden lehetséges mai kor komplex tudományos módszereit alkalmazva rajta minden információt begyűjteni, hanem utána esetleg visszatemetni immár kegyeletteljes méltó módon. De ez egy szép gesztus lenne az utókortól, azt gondolom. Azt hiszem, Négyesi Lajosnak a képét találtam meg az interneten. A piros kis hernyók jelölik a tömegsírokat. Jól látható, hát megpróbáltam ráilleszteni valamennyire a nemzeti emlékhelynek az alaprajzára, hogy hol helyezkednek el azon belül, tehát egészen konkrétan rajta van. A halottak számáról próbáltam információt gyűjteni, hogy amennyit megtaláltak összesen az öt tömegsírban, a becsült létszámuk az hogyan viszonyul a csatában elhunyt magyarok, illetve törökök számához. Itt látható, hogy milyen becsléseket olvastam. A maga Brodarics mondja, hogy 10-11 ezer magyar halott lehetett, ugye a magyar alatt a keresztény haderőt értette. Összesen olyan 30-35 ezer halott lehetett a csatatéren. És hát a temetés, ez egy fontos információ az antropológus számára, hogy milyen állapotban kerültek földbe a csontvázak. Tehát nagyon sok információt nyújthat az írásos emlékek arról, hogy hányadik napon temettek, milyen volt az időjárás akkoriban. Azt tudjuk, hogy a csata az egy szerdai napon volt, és körülbelül 13-14 órától 17 óráig tartott, és legkorábban a temetés az írásos források szerint, amennyire én tudom, de én nem vagyok történés sem, annyira nem mélyedtem el még a forráskutatásban. Legkorábban vasárnap történhetett meg ezeknek a halottaknak az eltemetése, ezt a Szulajmán szultán naplója jelzi, akkor temettek el 20 ezer gyalogost és 4 ezer páncélost. A számok tekintetében sem tudom ezt eldönteni, hogy ez mennyire reális. Vannak leírások róla, hogy ott feküdtek temetetlenül. Tehát ez a több tízezer halott az a csatamezőn hevert napokig, és ragadozó állatoknak, farkasoknak, madaraknak prédájául szolgáltak. Van arról is leírás jó 100 évvel később, Kanizsai Dóra temetett szintén magyarokat, kereste az elhunyt szeretteit közte, és ez eléggé valószínű egyébként, hogy az augusztusi melegben és a csatát követő záporzivatarban, tehát a meleg nedves időjárásban gyorsabban indulhattak oszlásnak a holttestek. A járványveszély miatt szükség volt a minél előbbi földbekerülésére. Ez a törököknek is nyilván érdekük lehetett, bár ők úgy olvastam, hogy néhány nap múlva vonultak tovább Budára. Tehát akkor nyílt lehetőség, vagy nyílhatott lehetőség a magyaroknak a temetésre. Jó, hát a 60-as évek, nem szeretném ismételni az előttem elhangzottakat, igazából sajnos Budapestről érkeztünk, és lemaradtam néhány előadásról, de hát valamennyire össze kell foglalni az ehhez kapcsolódó ismereteket, ami az embertani kutatás számára fontos lehet. Tehát Bartusz Lajos antropológus professzor vizsgálta meg 1960-ban ezeket a csontvázakat, egész pontosan azt, amit láthatott belőlük. 60-ban kettő tömegsír került elő, és a két tömegsírnak a felső rétege lett megbontva, az alatta levő csontvázak még látszottak, tehát neki maximum két vagy három rétegnyi csontvázat sikerült rápillantania. Azt el kell mondanom, ez nagyon fontos információ a régészet történettudomány számára is, hogy az antropológiai eredmények pont ezért erősen korlátozottak lehettek, hiszen földáborított csontvázakról volt szó, nem tisztították le pont azok a csontfelszínek, amik a precíz nem és életkor meghatározást tették lehetővé a sérüléseket pontosítani, hogy mennyire postmortem, tehát halál után bekövetkező sérülések, mennyire életében, vagy perimortem, tehát a halála környékén bekövetkezett sérülések. Ezekre nem nyílt alkalom. Egy rendes tisztítást követően pontosabb adatokat tudunk ezzel kapcsolatban mondani. Nagyon sok fej nélküli törzset és törzs nélküli koponyát talált a tömegsírokban. Ezekben szinte kivétel nélkül vágások voltak, tehát vágófegyverektől kard vagy szabjavágás nyomait. Azon belül is leginkább a koponyán, tehát érdekes a lokalizációja. 20-40 év közöttinek határozta az életkorukat döntő többséggel, néhány ennél idősebb volt. Látszik, hogy mellékleteket nem nagyon találtak, néhány pénzért, mert az elkerülte a fosztogatást, illetve a felső ruházatnak rész kis ruhakapcsait találták meg.
Már akkor fölírta Pap László régész, hogy kifosztva és erősen oszlásnak indult állapotban temethettek. Ez látszódott már akkor. Aztán visszatemették ezeket a tömegsírokat, itt van néhány kép róla. De ez erős kihívás elé állítja a régész antropológus szakmát, azt gondolom, egy ilyet feltárni. Nem is csoda, hogy nem álltak neki 1960-ban és 76-ban sem. Jó, tehát jön a 76-os feltárás, azt ott a helyszínen egy másik antropológusnak volt alkalma rápillantani a csontokra, illetve egy, amennyire tőle tellett, egy rendkívül részletes vizsgálatot végzett. Ő Szofman Zsuzsa volt, aki egy három újabb tömegsír került elő 76-ban, és ezt volt alkalma részlegesen megvizsgálni. Itt már egy kicsit többet tudunk erről, látjuk azt is, hogy az életkor az 20-50 között variál, és ő talált fiatalokat is, tehát 18 év körüli serdülőkorúakat, két fiatal volt 17 év alatti, és itt ismét hangsúlyoznám azt, hogy az életkor meghatározásánál, vagyis pontosabban becslésénél sokkal több információ számunkra, hogyha megvan tisztítva az a felszín, tehát a szeméremcsőm tízületi felszíne az információt ad a nagyon fiatal korosztálynál, szinte 2-3 éves pontossággal meg tudjuk határozni az alapján az életkorát, tehát ezért fontos lenne ezeket, nem mindegy, hogy hány évesek voltak ezek a fiatalok. Jó, itt látható egy kis táblázat összefoglalva az, hogy mit tudunk az öt tömegsírról, az alapterület, ezeket Czofman Zsuzsanna munkájából vettem ki. Megpróbáltam megbecsülni az összlétszámot az alapján, hogy hány rétegben fekszenek ezek a csontvázak, és ez alapján olyan összesen az öt tömegsírban 700 kötőjel 1000 egyén feküdhetett, látszik, hogy változó a méretük. És itt vannak képek a 76-os feltárásról. Egészen változó testhelyzetben fekszenek, van, aki hason fekszik, háton fekszik, oldalt. Tulajdonképpen csak bedobálva vannak a holttestek. És itt szintén a feltáráson készült képek, itt pedig már a traumás sérülések, amit a koponyán megfigyeltek. Jól látszik ilyen. Egyébként antropológus el tudja különíteni, gondolom régész szakma ugyanúgy ezeket a posztmortem sérüléseket, tehát a földben zúzódott be a koponyája, vagy pedig a csata során szerezte a sérülést. Jó, és akkor összefoglalnám az eddigi régészeti antropológiai ismereteket, amiből most tovább tudnánk indulni. Ez a 10-15 ezer magyar halott, ami a becslések szerint eleshetett a harctéren, ennek gyakorlatilag csak a 10%-a került elő a csatatéren. Az embertani vizsgálatára még ennél is sokkal kevesebbnek nyílt lehetőség, tehát 2,3-3,5%, nagyon-nagyon kevés, borzasztóan kevés. Ez, mint biológus, nem annyira reprezentatív adat, tehát azt kell mondjam, hogy a többségről valószínűleg sohasem lesz tudomásunk. Ha előkerülnek további tömegsírok és azok vizsgálatára is lehetőség nyílna, akkor az egy reprezentatív képet adna a harcos alakulatokról. A 20-40 év közöttiek, ugye azt mondtam, hogy traumás sérülések, még a 60-as feltárásról volt olyan adat Bartusz Lajostól, hogy némelyik koponyán felfedezni vélte buzogány vagy fokos okozta nyomokat. Érdekes, hogy lőfegyver nyomait nem találták. Az előbbi előadásban Bertók Gábor elmondta azt, hogy mennyi kézilőfegyvert is használtak. Ennek nyomát nem találták, azt gondolnám, hogy a földet nagyon alaposan kellene megvizsgálni, hogyha lágy részben állt meg a golyó és nem a csontban, akkor a földben azért lehetnek még meglepetések, meg csontba ékelődve is természetesen ritka esetben találnak ilyeneket. Nem tudom, hogy nyilat használtak-e, ez egy érdekes kérdés, most felmerült bennem, tehát igen. Tehát még ilyen sérülésre is számíthatunk. Igen, azt mondtam, hogy minimum a negyedik napon temettek legkorábban, de majd lehet, hogy ezt önök megcáfolják, vagy megerősítik ezt. Nem biztos, hogy mindenben pontosak az ismereteim, próbáltam irodalmazni, de hát alapvetően biológus vagyok, antropológus. Megemlítette még Czofman Zsuzsa azt is, hogy a hullamerepség beálltát követően temettek, de ez ugye 80-88 óra. A csata után ez mondjuk stimmel, illetve hogyha sokáig hevernek temetetlenül a halottak, akkor kell, hogy találjunk rajtuk állati rágásnyomokat. Már a leírások is erről szóltak, hogy ott a csatatéren ólálkodtak ragadozó állatok a halottak közelében, úgyhogy elméletileg találhatunk. Ez megint csak alapos tisztítást követően derülhet ki, hiszen nem medvéket keresünk, mert beharapásnyomot, hanem kisebb állatokat, tehát kutyákat, amik azért akkor a fognyomokat nem hagynak a csonton, tehát ez csak egy rendes mosás követően látható egyáltalán, ha látható. Jó, és akkor ez a dilemma, hogy vajon a tábort őrző katonákat mészárolták-e le lovas török katonák, vagy pedig ők a harcoló magyar alakulat részei lehettek. Ezt nem gondolom, hogy az antropológia el tudja dönteni, de az életkor az talán segíthet ebben. Nem tudom, hogy milyen fiatalon vonultak katonának, mert olvastuk, hogy az apródok azok, akik egyébként a táborban szolgálatot teljesítettek, és hogyha túl sok fiatal találunk, akkor azt gondolnám, hogy az arra utalna, hogy inkább a tábortörző személyzetet mészárolták le, és nem pedig a harcoló katonákat a csatában.
De van erre egyébként leírás is István Finál és Brodaricsnál is, hogy még a csata megkezdése előtt lovas katonák feldúlták a tábort, felgyújtották és lemészárolták a védőket mindegy szálig. Tehát elképzelhető, hogy az öt tömegsírban ők fekszenek. Jó, és mutatnék néhány sérülést arról, hogy milyen jellegűeket találhatunk. Ezek az általam vizsgált József Nádor téri temető, ami szintén török hódoltságkori, tehát a fegyvernyomok azok hasonlóak. Annyi a különbség, hogy az a muszlim temető, amit vizsgálok, azon magyar fegyverek okozta sérüléseket mutatok, de azt gondolnám, hogy ezek nagyon hasonlatosak a török korban, vagy a törökök által használtahoz. Főleg a koponyán találtak eddig sérüléseket, ez ugye árulkodhat a harcmodorról is, arról is, hogy gyalogos katonát értéke lovas részről, tehát föntről a sérülések, azok magyaráznak azt, hogy miért a koponyán vannak zömében ezek a vágásnyomok, miért nem a törzsön vagy végtagon. Az előbb említette Bertók Gábor azt is, hogy az ágyú által leszakadt végtagok, illetve szétszakított testekre is lehetne számítani. Ezek megint érdekes nyomot hagynának a csontvázon, amit eddig nem írtak le az eddigi antropológusok, régészek. A korábbi gyógyult sérülések pedig arról árulkodnának, hogy harcos katonáskodó életmódot folytatott, tehát nem az első csatáját vívta ezzel, hanem egy rutinos veterán katona lehetett. Jó, hát a fegyvertípus az nyilvánvaló, hogy legalább azt, hogy lőfegyver vagy vágófegyver, azt tudnánk. Ez egy gyógyult kardvágás nyoma egyébként a koponyán, nem tudom mennyire látszik, ez szépen gyógyult, az előbbi meg nem, tehát az még, az egy halálos vágás volt. Igyekszem, köszönöm. Ez is egy halálos vágás, ez nem gyógyult itt a nyakszirtjén. Jó, ez pedig a lefejezés nyoma, ilyet is találtam a török temetőben, azért hoztam, hogy ilyenre számíthatunk. Azért a jobb oldalon látható lefejezés, ezt többször kísérelték meg végrehajtani. Ilyenre a csata hevében valószínűleg nem került sor, vagy elvétve talán igen. Itt pedig egy egyértelmű vágással metszették le a fejét a nyakáról. A gyógyult traumás sérülésekre is számíthatunk, itt például egy bezúzott, talán fokossal bezúzott koponya csontdarabot látunk, ami tehát begyógyult és visszacsontosodott a helyére, csak jóval mélyebbre. Ez pedig egy gyógyult alkarcsonttörés. Ilyenek. Ezt egy bécsi kiállításról hoztam, ezt a képet, nagyon érdekes, tehát hogyha nem tárjuk fel rendesen a csontokat, akkor akár egy medencébe ékelődött puskagolyót sem veszünk észre feltétlenül. Ez egy nagyon kuriózumnak számít egy ilyen lelet. Itt pedig egy nyílhegy állt bele egy ágyék csigolyába, a másik képen pedig ez csak szemlélteti azt, hogy a koponyán egy apró kis lyukat ejt a nyílhegy nyoma. Jó, hát az életkorról beszéltem, hogy ezek azok a felszínek, amik miatt érdemes lenne letisztítani a csontokat, mert ezek alapján 1-2 vagy akár 3 év pontossággal tudjuk belőni az életkorát nagyon fiatal korú elhunytaknak, tehát pontos erdülőkor környékén nem mindegy, hogy 18 évesen vagy 20 évesen halt meg. Én azt gondolom, ez egy érdekes adat lehet. Jó, és akkor mi az, amit hozzá tudunk még tenni ehhez? Ugye pontosíthatjuk a halottak számát a tömegsírok feltárásával. Meglepő lenne, ha kiderülne, hogy lőt találunk az elhunytak között, azt mondjuk nehéz lenne talán megmagyarázni. Bár azt mondják, hogy a tábort kísérő személyzet között voltak öröblányok is. Tehát akkor elképzelhető, az is arra utalna, hogy nem katonákat találunk, hanem a tábortörzőket, illetve az életkorról szintén beszéltem korábban, az egészségi állapotról, hogy általános információt nyernénk, mennyire voltak egészségesek, mivel táplálkoztak, tehát káriászük volt, fogszúvasodásuk, korábbi sérülések utalhatnak arra, hogy katonáskodtak, termetet becsülhetünk. Ezeket nem mondom végig, temetésnapja, igen. Na, izotóp vizsgálatokkal tudnánk esetleg arról, hogy Európa mely részéről érkezhettek, ezek ilyen leírás van arról, hogy a 25 ezer magyar vagy keresztény katona közül körülbelül 8 ezer zsoldos lehetett, ez csak egy adat, nem ezt lehetne pontosítani ezzel. A harcolók között a nemességnek komplett családjai vesztek oda Mohácsnál, úgy tudom, hogy ezekben érdemes lenne genetikai vizsgálatot végezni az esetleges rokonsági kapcsolatok feltárásához. Lehetnek ma élő reszármazottaik is, amit a már egész egyre gyarapodó DNS adatbázisban meg lehet találni. Illetve konkrétan azonosítani lehetne olyan embereket, akikről tudjuk, hogy a csontokon látható testi hidával, betegséggel vagy fogyatékossággal rendelkeztek. Tehát teszem azt, hogy tudjuk valakiről, hogy eltörött a combcsontja és bicegett egész életében. Volt ilyenre példa, nagyon ritkán, de előfordulhat ez is. És hoztam képeket erről a Bécsi Természettudományi Múzeumban, ahol a 1632-es lüceni csatának a tömegsírjait először feltárták, szétbontották, és utána visszaépítették, a kiállítást készítettek belőle. Ez egy időszaki kiállítás volt, alatta pedig itt az installációban az a sok-sok puskagolyó, amit kiszedtek a tömegsírból. És
Igen, na és ott volt egy videó azon a kiállításon a tömegsír feltárásáról. Itt azért hoztam képet, nem tudom mennyire jó a felbontása, hogy hogyan szedték ki a földből, hogyan emelték ki, és ütöttek alá csöveket. És aztán emelték fel egy trélerre, és szállították be a vizsgálat helyszínére. Tehát nem a helyszínen vizsgálták meg, ezt pedig a mi kukulacsarnokunk azt terveztük, hogyha nehogy isten lesz lehetőségünk rá, és egy vagy kettő tömegsírt meg tudunk vizsgálni, felhozzuk a Természettudományi Múzeumba, és a látogatók szemelátára bontjuk szét, és tulajdonképpen ez egy interaktív tudományos kiállítás lenne, aminek a végén visszatemetésre kerülhetnének a csontok, de addig is az emberek is Mohácssal egy kicsit közvetlenebből megismerkedhetnének. És köszönöm a megtisztelő figyelmüket!